Nagyon szépen. Január 27, csütörtök. Negyed évfél. Még egy fuvarra ki kell mennem, miatt végre tudok hétvégézni. És otthon. Csebe kell fölmennem. Lerakás. Felrakás. Aztán vissza. Remélhetőleg tiszta és egyszerű műveletek lesznek, semmi faxli. Amennyire én látom, a lerakó az rampás. Felrakó oldalról rakodós. Elméletileg a terv az úgy fog kinézni, hogy Rajka, hát Szlovákba, Kutinál át Csebe, a
aztán ott valahol egy szünet. Forduljon balra. Piros, nagyon piros lett a tükör, azt nem értettem. Csak a kapcsoló verődik vissza. Szóval ugye csebe valahogy egy szünet. Aztán lerakó. Át a felrakóra. És utána ki kell találni, hogy hol állok meg, milyen őre. Ez jó eset. Reggel, tehát péntek egy 8 órás lerakás. Postánál ráadásul, cseh postánál. Az másik kérdés, hogy mennyire tartják ezt a 8 órás lerakást, mert én az igyekszem előbb odaérni. Remélem, beengedek attól függetlenül. 300 méter múlva forduljon balra. Utána foghatok egy oda menni 8-ig, nyugodtan a rámpán. Ez... Forduljon balra. Már ne izgat. Sejt katasztrófa, szerencsére 4 tonnál ne alig több. Köszönöm, ha az a felemé lesz. Mondjuk. Hát az lesznek a hegymenetek. Thank you.
igen, most január 28 van már, igen, egyébként is péntek, ugye? És akkor jövő héttől már jön a határátlépős tahográf beütős. Az jó oka lesz. Én is elfejtettem mondani egyébként, hogy a kocsimat sikerült megjavítani. Gracias.
többet is, mert jelenleg 6 óra 20-ra van írva. Írja a navigáció az érkezést, nekem egy 8-ra kell odaérnem. Persze igyekszem előbb odaérni. Hát, előbb leszednek, és akkor felrakul, és hamarabb odaérek. És a többi, és a többi. Egy óra múlva folytköd. Na kérem, megvolt a szünet. Úgyhogy... Irány!
tovább. Következik.
az kéne még egy 5 km van a lerakóig. 4-8-ra ott vagyok. Elvileg mehetek, mert láttam kamionokat a pilótgépen közlekedni, vagy legalábbis egy nagyobb testű járművet. Thank you.
miatt nem tudok kifordulni, én meg a forgalom miatt nem tudok elfordulni. Vagyunk. Fél óra alatt végeztünk. Az ott a pici kubancelsz visz, hogy mindenki csak csehül tudott meg macerás megmagyarázni, hogy forduljon balra, mi ügyben vagyok itt. Forduljon balra. Kérdezett. Én megkérdeztem, hogy tessék, akkor megint ugyanazt mondta. Csehül persze. És aztán meg jó volt kiakadva, hogy nem értem. Tomát kérdezett a kocsival kapcsolatban, és kérdezett, hogy valamit mondom, csehül, mondom, kérdeztem meg, hogy tessék, angolul. Oké, hogy autó, igen, yes, és akkor mint már, hogy igen, mit szeretne róla? És akkor, Válasz mondta aztán, legyintett rám, aztán hagyta a témát. Nem mondjuk felőlem, akkor hagyjuk a témát. Nem minden, még egy fél óra, aztán megyek felrakodni. De még az a lényeg az, hogy aztán még ugye oda vitte annak, akinek kell. Úgyhogy célba értem végül. Fogták, 22 rakat, három emberke szépen lekapott a üzével,
villany békával. Secc-pecc alatt, úgyhogy nem volt itt semmi gubanc. Na jó van. Mehet, jövök még a fájra. Na kérem. Meg is volt a szület. Úgyhogy irány előre. Innentől kezdve 9 órányi a vesztésként a telepig. De hát annyi nincsen, csak 3. Az a busz jön, az a kocsi jön. Én megmegyek. Megnézzük ezt az utat fényes nappal is. Megfogták az egyik kollégát, túlsúlya, aztán
négy raklapot leszettek a pótról. Úgyhogy már rakolásnak kitérő lesz a némi kitérő, vagy nem. Kérem szépen, megújjunk a rakodással. Maradt még 1 óra 20 percem. Ez egy különös. Nem, még 2 órán van, jó van? Igen, bocs, jó van, a tachográfot néztem, mondom, számolja vissza a 45 perces pihenőt, szünetet, és azután marad nekem 1 óra 20 percet. De mi, hogy én most indulok el, ezért több fog maradni. Az, ez kicsit fél, amelyik. Van kemény 3 tonnám, úgyhogy...
3, vagy csak 4 tonna. Nem fog belehalni a súlyba. Szóltam és a fiúknak nem tudok segíteni a kollégának, de ellen már úton van valaki. Aki meg tud, úgyhogy ez a probléma is megoldódott a szerencsére. Tetszik. Ja igen, én ide mentem be először. És mint kiderült, hát ugye mentem. Portás kért referencia számot, azt megadtam. Na kérdeztem, melyik házszámhoz értem. 100 méter múlva a körforgalomnál térjen jobbra. Első kérdeztem, melyik házszámhoz jöttem, mert egy kettő épület van. Gondolom innen. Akkor megkérdezte a telefonon, igen, ezt a házszámot mondták, 19 valamennyit. Oké, bementem. Bejelentkeztem ott, és nézzük, hogy ez ilyen referencia számlálók nincsen. Biztos nem a másik? Nekem azt mondták, hogy szinte biztos. Akkor megére szóltam, hogy nem jó a referencia számla, hogy nézzék meg ezt a közét. Első kijárat. De jó fél óra után derült ki, hogy igen, mégiscsak a másik épület kell. Aminek annyi volt jó, hogy legalább nem oldalról rakodás volt, hanem rámpáról kiüzent. Osztotta nekem, arról kérdeztem. Csak szegény kutatom bealudt az üzletolvasás után. Na hát akkor most kicsit kevesebb, mint 2 órán volt, lejussak a pályáig és beálljuk egy pihenőbe. Na hát most 542 azt nem tudom kicsoda. De most engedtem, most engedtem keressen.
gyors is kell mennem, kell szereznem majd. Ne kell, megint kézben telefonálnom. Most ezt gyakorlatilag majd két órán keresztül tudom csinálni ezt a felvételt, mert végig, ilyen kis úton megyek, de azt nem fogja a kamera kibírni. Úgyhogy... Még itt a következő állágig 6,5 km-re van, odáig veszem. Aztán... lelövöm.
szerencsére a rondában nem hullik a hó. Mondjuk idefel a rondából a dolog. Többet, mert lehet, hogy sok lenne. Na, passzom be legyen, így. Na jó. Irány a végtelen országút. Aztán 1 óra, 40 perc múlva meg kell állnom valahol.
utolsó. Nem tudom, a bénák miatt nem lesz helyem. És igen. 1 árva hely nincs. Ó, ott van egy. Oké. Okay. Akkor viszont... Ja, ott van egy. Az meg ott egy évek is. Megjöttem, ennyi volt. Érkezés. Az Azerbajdzsán. Na egyszer megnézem, ha azt kéne beütnöm a tahográfba. Na jó van. Hát akkor mára ennyi. Hát ma várad, most. Aztán egy hajnal este. 14. Este 11-kor indulok. Na kérek. Még mindig 28-a van és péntek, viszont már 23 óra. Mindjárt elindulok. Névárok egy percre egy munkára, aztán azt mondja, hogy
kikonkorítom balra, aztán pedig jobbra. És akkor elvileg ki fog férni. Mert csúcs elmegy jól.
péntek, szombat, tehát a hétvége van itt. Kicsit megritkultak a népek. És akkor egy szünet. Na kérem. Megvolt a szünet. Úgyhogy indulás van tovább.
kettő, mert szóval az út egészen hazáig, valójában kérdezik bele például a kamerát. Most már jobb is. Úgyhogy szlovák határ, magyar határ, aztán a telep. Thank you.
lehet megvan a Honda. Senki földje vagyok, nem küldi el a hizet, SMS-eket. Hát az januárban mennyire
Lehetséges, de nem tudom.
Na itt a vége. Jöhet a hétvége, mert lassacskán.